Tehát itt vagyunk egy hattyúfészek mellett, és ott van a tetején a hattyúkaka. Na most, ígéretem szerint be fogunk nézni a víz alá, hogy itt mi történik. Tehát így felülről szépen látszik, ahogy a réteg rendig megvan, és a víz alatt pedig így néz ki. Így néz ki egy hattyúfészek a víz alatti perspektívából. Most szépen mindjárt tovább megyünk. Megpróbálunk kitolatni innen, mert nem egyszerű itt a bennlakásunk. Így mi. Ez az. Hát ez volt már a második, meg volt egy félkész. Erről jöttünk. Van kimenni erre. Ez rajta jó Isten, de be kell tolakni itt a dzsumbújba. Na, nem egyszerű a lavírozás. És így tudunk tovább menni szépen. Tehát a lakók már itt vannak a közelben, és használják az ingatlanjukat, de még nem kezdték el a tojást kirakni, még szerencsénkre. Még a tojást megnézzük majd, de annál tovább nem megyünk, mert az jobb, hogyha hagyjuk békén őket. Na, ott is van egy kis nádi jószág, ami ott az órunk előtt repült, oda le is pihen, de majd fel is fog szállni mindjárt. Hogy megyek felé. Igen, ott van. Messziről nem láttam, hogy mi ez. De valószínűleg nagyon szépeket szokott énekelni. Aha, itt már valami. Nekem az egyik kedvencem ez a Cserregő Nádi Poszáta nevezetű jószág. Ott is van valami, ami letaposott valamit. Mindjárt benézzünk oda. De azért néha lehet látni állatoknak a mozgását. Tehát itt a parton, ami bemegy, de kijön, meg lehet figyelni. Tehát itt valami szokott járni. Tehát ezen a szakaszon valami bemászik és kijön. Aha. Na mindegy, nem tudjuk, hogy mi ez. Most nem fogok sok időt itt tölteni. Kénytelen vagyok menni, mert jön a hideg, megborul az idő. A hideg front elég keményen közeledik. És ma még nekem otthon még fát is kéne vágnom, mert ha hideg van, akkor fűteni kell. Most akkor kicsit itt belehúzunk. Hogy lássuk, hogy lehet itt azért haladni, vannak olyan szakaszok, hogy az ember jól megy. Természetesen kis nádi jószágok reddesnek oda-vissza a fejünk fölött. A galamtól kezdve, ami nem nádi persze, de még az is van itt. Minden van. A teljes táplálékpiramis természetesen itt van. De ott volt egy, ami repült megint. De ott megint. Hát ez egy gyönyörűség lesz, amikor bezöldül. Most ugye mindenki a sárga arcát látja ennek. Ez a tavaszi, őszi aspektus. De amikor eljön a természet ideje, akkor itt valami fantasztikus dolog fog kialakulni. Tehát ez nem is akarom részletezni, mennyi szép dolgot fogunk látni. Na, ez a kis madárka megy mindig az órunk előtt. Így. És de szépen lehet haladni. Ott van még egy, azt a jó Istenit. Na, hát avat kacsák, ugye? Még egy hattyú. Hát gyerekek, ez egy vadúj hattyúfészek, ezt tavaly nem láttam, de itt van szépen a toll. Tehát ez már elkezd építeni, ez is az újabb házikóját. Ez most kifejezetten nádasba rakta. Eddig, amit figyeltünk, az mind gyékényben volt. Ez az első, ami nádhoz rakott. Tehát pár évvel ezelőtt kezdődött ez a nagy hattyú invázió.
visszatelepülés, és hogy azért nem szeretik sokan, mert minden más madarat elüldöz. Már pontosabban az ilyen nagyobb testi jószágokat. Tehát egy agresszív faj, tehát nem csak az emberrel tud támadólag fellépni, hanem az ízékkel is. Egyéb ilyen vízimadarakkal. Na, meg a fűzfák, meg a egyéb ilyen dolgok sarjadnak. Na hát ugye itt is van egy kis sűrűség. És azért tudni kell, hogy merre kell menni, mert gatya van különben. Ezen át vagyunk már, visszarakodunk, és gyorsan kijutunk itt a... Na kérem szépen, vannak itt nyílt vízű területek, elég nagyok, és akkor ezen is haladunk egy darabig. Hát ugye nagyon messze az a fasor, az már a körösök, azok a magas fák. Na itt is van valami bejárat, itt is valami szokott menni. Hát már lehet olyan 15 fokra hűt, vagy 14-re. Elég gyors a lehűlés, mire hazaérek lesz 12. Lehet, hogy majd fel kéne húznom valamit. De még egyelőre iszadok. Itt lesz majd megint egy ilyen kis jó kis labirintusos létezés területem. Mellettünk egyébként abban az irányba egy elvadult fűzfaj ültetvény van. Tehát... ott is van egy valami, tehát azokat a világos zöld izéket, nevézetet, amit látunk, ami éppen most hajt kifele, egészen a mögötte levő fasorig, az egy tömény fűzfa. Tehát ez valami szabályosan ültetett botolófűz ültetvény lehetett, tehát amit kosárfonásra ültettek. De hát ugye ez valamikor még a 70-es évek, vagy valami ilyesmi lehetett, mert az azt sugallja. Na nézzük, hogy... Csak hát ugye ezt is a bambusz téma kiszorította, meg a kézműves tevékenység rátért a szorulásra. Úgy látom, hogy addig nem megint játék szeretnénk, csak a bőrfűzik. Persze aztán majd a nád és gyékény egynemű homogén területbe azért sok dolog fog még beépülni, tehát jönnek oda mindenfajta ilyen réti füzény, egyéb ilyen se nem száraz föld, se nem tisztán az ilyen végig szépen virágoznak, azok is jók lesznek majd. Na. Közben tartunk egy ellenőrzést, hogy állunk a energiával. Mert nem mindegy ám, meg tudunk beszélni. Még van egy kis időnk. Na szóval, most el kell érni valahogy a földhidat, aztán vissza. Na, tessék kérem, valami felzavarta a galambokat. Valami van, valami nagyobb állat itt a környéken, ami megzavarta őket. Közben túloldalon pedig ilyen nádi témák repdesnek. Látjuk, hogy itt azért a gyékény az elég vastagon jelen van. Tehát ez is egy bizonyos életforma, ott is van valami életre utaló jel, valami fészek. Megyünk tovább. Hát ugye nem tudom mennyire hallatszik a hangon, de be kéne jönni valami sűrűsödésbe, hogy a szél zúgása le tompuljon. Hát, ha sikerül. Igen, át tudunk vágni, de ott kell majd menni, jobb. Ott a hattyú, kérem. Ott a hattyú, tessék. Azt milyen szép nagy madár. Tessék, ott van. És vitorlázik a nagy szélbe, és közben rám is nézett, hogy mi van. Ki ez a nagy vadbarom, amelyik itt vitorlázik. És felrepült. De itt kell lenni valahol a társának is. Ott van, tessék, ott van. Akkora a szél, hogy lehet látni, hogy
gyakorlatilag néhány szárcsapással elég komoly sebességet tud megtenni. Hát ugye ezeknek az a stratégiájuk, hogy ők ezen a vízi folyosón menekülnek előre, hogy megyek, aztán amikor elérnek a vége fele, és nincs tovább, akkor visszafordulnak és visszajönnek. Tehát általában így szokott lenni. De ez remélem, hogy jelentős zavarásnak nem minősül, mert igazából, hogy is mondjam, hát ezeknek is megvan egy megfelelő biológiai aránya, amit szerintem szép lassan tudnak lépni. És ugye ezáltal zavarják a többi nagy testű vízimadarat a létezésükbe, mert aztán ezek azt kergetik, tehát nem totoljáznak. Itt egy szép nagy magas nádas van, ez már majdnem, hogy a tetőfedési hangulatba hoz engem, de ezt most nem tesszük meg. És akkor így tovább, egy kis gyékeny szigetek vannak a nádfalak között. Tehát mindig rácsodálkozok erre a rétegződésre, ott befele is van azért. Tehát itt párhuzamosan velünk megy egy ilyen kis lagunás, labirintusos, nádas téma, amiben aztán megint ilyen gyékény szigetek veszik át az uralmat. És így szépen haladunk tovább. Ezt megkerüljük, hogy mi van. És itt a part is az elég magas, tehát ebben is egy fél egy méter víz elférne, remélhetőleg. Egyszer lesz majd benne víz is. Én nagyon remélem, hogy egyszer megjön a normális ennek az országnak, és nem csak a kombájnok csattogását, meg a mezőgazdasági gépek izét muzsikának tekinteni, hanem a vízimadarak énekét, meg a énekes madaraknak a énekét, mert az a helyzet, hogy arra is lehetne azért embert tenyészteni, nem csak azéből a nagyipariból. Hát ott most látjuk, hogy miért törékeny a törékeny fűz, meg a nyárfák, meg miért puha fa. Hát ami így le tud törni, az elég komoly. Tehát így törnek szét a növényzetek. Ide érkeztünk egy olyan helyre, ami azért érdekes, ez egy földhíd. És úgy jártam tavaly, állok a földhíd tetején, velem szembe a túloldalról, bátran, pofátlanul szemezve, jött egy vagy vidra, vagy hód, de inkább vidra volt a méretéből ítélve. Annyira megdöbbentem, hogy teljesen teljes lelki hidegvérrel, nyugalommal jött felém, és mereven nézett a szemembe, miközben a szájába valamit hozott. És egy az egybe beúszott a csőbe, ami keresztül megy itt ez alatt a víz, ugye az alatt a földhíd alatt. Átszaladtam a túloldalra, egyszer csak felbukkant, az jött kifelé, az úszott tovább. Tehát itt azért van ám életnek mozgás, tehát érdekes. Na itt is egy úszósziget. Ez az úszósziget, ugye ez náddomináns. Valamennyire kötődik az aljához, de ez egy erősebb nagy szélszibálás, az letolja, elszakítja. Most megpróbálom kimászni, nézzük az időt, hogy sikerül-e. Mi fér még bele ebbe a mai napba. Tehát mert fogyunk rendesen.